mit jelent neked az otthonod ilyen formában? Az első egyszavas válaszom az lenne, hogy terhet. Iszonyatosan nagy terhet. Tehát ezt nem tudom szépíteni, ez a maga módján egy múzeum. Normális ember nem akar múzeumban élni, de megszabadulni se tud tőle. Most megadatott az, hogy az elmúlt egy évben Jáván gyakorlatilag egy teljesen üres lakásban éltem, és tudom, hogy milyen annak a felszabadító érzése. Tehát amikor nagy, hatalmas, fehér terek vannak. Mert ugye egy ilyen lakásban, tehát hogy bármelyik darabra kérdezel rá, mindegyiknek meg nyilvánvalóan megvan a maga története, és ezeknek a történeteknek a javarésze meglehetősen keserű. Ott van például az a hegedű a falon, amin most spárgák vannak húrok helyett. Az az anyám hegedűje volt, aki annak idején nagyon-nagyon jól hegedült, csak amikor a 3 éves lánya meghalt a kezében, akkor karjában, vagy ölében, akkor úgy letette a hegedűt, hogy én többé őt nem hallottam soha hegedülni. Hogy gondolkodsz a halálról? Hogy mi a halál, vagy te hogy tekintesz a halálra? Hát ezt nem tudom egyszerűbben mondani, félek tőle. Ezt azt hiszem így mondják magyarul, hogy fél az ember, és próbálja megtalálni a módját annak, hogy el tudja fogadni. Tehát egy olyan világképet, vagy istenképet, vagy bármi ilyesmit magáévá tenni, ami nem ígér semmit, hanem ennek a végességét tudja hitelesen elfogadtatni az emberrel. Nehéz erről nyilván se beszélni, a halállal vége van valaminek, vagy nincs vége valaminek? Nem tudom, te sem tudod, és ezt a tudatlanságot valamilyen módon elfogadni, ez egy iszonyatosan nagy teher. Egy pillanatra visszatérnék ahhoz, amit az otthonról mondtál, hol van az otthon, tehát hogy itt van az otthon, vagy Erdélyben van az otthon. Ugye ez nagyon problematikus lett az én életemben. Tehát evidens, hogy alapvetően Erdélyben, Marosvásárhelyen. Ugye miután a 2 gyermekem így született Budapesten, ez legalább olyan mértékben az otthonom lett, ezért az nem normális, hogyha túl sok otthona van az embernek. Tehát, hogy még szaporodtak ezek a terek, és ugye ezeket így próbálja, mint begyűjteni. Tehát, hogy ennek a lakásnak az őrülete, túlzsúfoltsága, az többek között valószínűleg pont ebből az otthontalanságból, vagy sok otthonosságból is adódik. Tehát, hogy így tehát húz be maga köré mindent az ember, a 4 fal közé. A fotográfia az egyébként egy nagyon régóta egy véres küzdelem az én életemben. Tehát volt ez 10 év után, amikor én azt abba akartam hagyni, le akartam tenni a fényképezőgépet, úgyhogy többé soha. Ez hogy néz ki egy napban? Tehát ez hány fotó egy nap? Teljesen változó. Tehát akkor, amikor... Égés a dimenzió. Tehát az elmúlt 18 évben készült körülbelül 150 ezer fotó Cedenkáról. Tehát, hogy a fényképezés... 150 ezer. Igen. Tehát a fényképezés aktusa, mint olyan, az... Jó, igaz, tehát sokkoló a szám, de hogyha ezt leosztod 18 esztendőször 365, és tehát akkor már egy valamivel normálisabb, elviselhetőbb számot kapsz, de hát egy létformává válik, tehát úgy épül, és ezekből a képekből eddig egyetlen egy kép látott napvilágot, konkrétan az, ami a Lázár Apokrifeknek a borítójára került, a koponyás, a Cedenka lábával, tehát azon kívül egy kép nem került nyilvánosság elé. Cedenkának a folyamatos fényképezése az életünkben,
Tehát, hogy gettársadnak szerelmednek a fényképezésre. Igen. Tehát ami meg már egy, tehát egy napi létformává vált. Ne kérdezz meg ennek az okát. Tehát, hogy tegnap előtt mi találkoztunk, beszélgettünk, mondtad, hogy a lakásról szeretnél beszélgetni. És a tegnap szembesültem azzal, hogy igen, ez így a, az erotikához, a szexualitáshoz való kötődése miatt iszonyatosan nagy hangsúlyt kap. De ugyanígy dokumentálom végig az, gyakorlatilag az egész életem, hogy hogyan rendeződnek át a szobák, hogy mi történik a Szárhegyi házzal. Több éven keresztül fényképeztem a kert végéből egy nagyon távoli kőrisfát a felhőkkel, tehát az egy nem is tudom, hogy hány esztendőn keresztül, egészen addig, amíg a kőrisfát ki nem vágták, valahol a Pityókaföldeken túl Szárhegyen. Tehát, hogy gyakorlatilag majdnem mindent. A fotográfia nem lát a jövőbe. Meg persze a múltba sem. Egy kép mindössze az a pont, ahol a jövő összeér a múlttal. Ha úgy tetszik, a folyamatos jelen. Igen, így talán már világosabb. Már amennyire egyáltalán világos lehet a fotográfiáról való beszéd. Évek során képek százait dobtam ki, annak dacára, hogy prímán kielégítették volna azokat az elemzőket, akiknek köszönhetően címlapokra, múzeumokba vagy magángyűjteményekbe kerültek más képeim. Mert bennem nem történt általuk semmi. Másokban lehet, hogy történt volna, csak hát ugye, ahhoz nekem mi közöm.